Tisztelettel köszöntök mindenkit. Nagyon könnyű helyzetben vagyok, tudnék fantasztikusan érdekes előadások keretében az előttem fölszólaló két kollégám nagyon sok vonatkozásban utalt az egészségügyre. Nem éppen pozitív vonatkozásban, de az az igazság, hogy mindegyik információ, kritikai tartalma tökéletesen megfelel a valóságnak. Beszélhetnénk itt komoly dolgokról, hiszen nem régen hozták nyilvánosságra, hogy a kormány 2017-ben tervezi, csodálatos egyébként a szöveg, egészségügyi informatikai erőtér bevezetését. Hát hadd mondjam, én voltam katona, na nem két évig, hanem 32-ig, de akkor, amikor ilyen erőtér, ilyen megfogalmazások jelennek meg egyébként a hétköznapi értelemben, akkor valahogy nem igazán tudok azonosulni vele. Nem is igazán pontosan tudjuk még, hogy ez mit akar. Azt igen, hogy valamennyi adat, ami az egészségügyben képződik, az meghatározott szempontok, azt nem tudjuk, hogy mi a meghatározott szempont, hozzáférhetővé váljon. Ezért én az előadást két részre bontanám. A második részt azt feltehetően majd egy jó egy év múlva lehet meghallgatni, ami valóban ennek az informatikai rendszernek a működéséről, előnyeiről, arról fog szólni, hogy mégis mit várhatunk és mit nyerünk ennek a révén. Most én azt az utat szeretném, azt az ívet szeretném felrajzolni, amit az egészségügy és ezen belül a magyar egészségügy a digitális technika révén ez idáig bejárt, aminek birtokában és segítségével fölgyorsultak az egészségügyben dolgozóknak a diagnózishoz vezető lehetőségei. Bizonyos fokig csökkent a munka, ezt nem feltétlenül állítanám, mert az egészségügy az egyik olyan terület, ahol minden új, bejövő korszerű technika plusz emberek beállítását jelenti, tehát nem az a szokványos, hogy korszerű a technika, és x számú embert takarítunk meg. A lehetőségek fantasztikusak. Ugye a bevezetőkép azt mutatja, ettől nem kell még félni, vagy sejteti, hogy az az okos eszköz, ami a zsebünkbe lapul, talán egyszer odáig eljut, meggyőződésem, hogy ez azért nem fog bekövetkezni, hogyha a gazdi köhög, akkor egy spatulát tartó kéz kinyúl, és azt mondja, hogy mondd azt, hogy A, és pontosan megmondom egyébként, hogy mit kell tenni. Na, ez egy kicsikét azért odébb van. Nagyon impresszionáló volt számomra. A 70-es években hallottam egy interjút a korszerű informatikával, hát akkor még tranzisztorok és bizonyos nyomtatott áramkörök jelenítették ezt meg, ahol megkérdezte a riporter, a szakembert, hogy mégis mi várható ettől a technikától. Végtelenül szellemesen, nagyon okosan, és a mai helyzetnek megfelelően is kapott egy választ, ami úgy szólt, hogy képzelje el, hogy a vakító napfényből beléptünk egy ajtón, egy sötét szobába. Nem tudjuk, hogy a szoba mekkora, nem tudjuk azt, hogy hány ajtó nyílik onnan, nem tudjuk, hogy milyen folyosók ágazódnak el, csak egyet tudunk. Átléptünk egy küszöböt. Ez a küszöb jelentette azt az ívet, amit idáig a világ ezen a területen bejárt. Én most önkényesen ezeknek a csoportoknak a figyelembevételével igyekszem elmondani azt, amit szeretnék erről, és bocsánat, gondolom a Hír TV-nek nem lesz probléma, hogy én átmegyek a másik oldalra, mert azért annyira ez nem érdekes, hogy az önök nézőit sokkal adekvátabbak voltak az előző előadások, amik valóban fogható információkat tartalmaztak. Hát nézzük egyébként, hát nyilván a műszerek eszközök fejlődésében hihetetlen utat járt be. Pontosan a digitális technika eszközök adattárolók fejlődésének a figyelembevételével az orvostudomány. Ez lehetne egy stilizált kép, de ez a valóságban egy működő valami. Ez inkább csak fölvezeti. Az első dolog, ami
borzasztóan érdekes és fontos volt számunkra, hogy megjelentek az EKG-k esetében azok a picinki szoftverek, vagyis programok, amik alkalmasak voltak arra, hogy kiválasszák azokat a görbe szakaszokat, amik a normális, szabályos görbének nem felelnek meg, és ezeket ők szépen okosan kiírták. Persze előtte be lehetett pötyögni, és be is pötyögték a betegnek a nevét is, és azokat az adatokat, amivel az illető azonosítható lesz. Ez az egyik első ilyen megjelenése volt ennek a dolognak, aminek a továbbfejlesztett változata az a bizonyos, gondolom, hogy többen ismerik, Holter monitor, ami 24 óráig ketyeg, leszedi ezeket a cikcakokat, vagyis magyarul rögzíti egyébként a szívelektromos tevékenységét. Na most nem kell félni, ez sem az orvosnak kell kiértékelni, amit 24 órán keresztül ugye rögzített ez a gép, hanem egy speciális szoftver segítségével óra, perc, másodperc egyszer együtt kiírja a gép, ugyancsak kirajzolja azokat a szakaszokat, amik eltérnek a normálistól, és így lehetőség adódik arra, hogy értékeljük különböző napszakba, alvásba, terhelés alatt, pihenő helyzetbe a szív tevékenységét. Ott, ahol gond van, ez is annak az időszaknak a terméke, a pacemakerek megjelenése, azok a szív ingerképzés, ingervezetés zavarai kiküszöbölendő, vagy a problémák megoldása céljából. Ezek a kis ketyerék, amik eleinte ilyen higanyos, borzasztóan nehéz akkumulátorral dolgoztak, és gyakorlatilag ezt nagyon sűrűn cserélni is kellett. Ezek már lényegesen kisebbek, sok-sok évig alkalmasak a folyamatos működésre. Nem biztos, hogy működniük kell, van, amikor figyelnek, és akkor, hogyha bekövetkezik valami, akkor bizony túlzás nélkül úgy nevezhetjük, hogy megmenti a betegnek az életét, hiszen egy leállt szív esetében, hát az talán nem az életnek a fontos része. A következő ilyen dolog, amit ugye áruházaktól vasúti pályaudvarokon most már elhelyeznek, ezek a bizonyos defibrillátorok, amik intelligensek. Az volt a legnagyobb probléma ezek alkalmazásával, és ezért szakemberek kezébe kellett, mert csak meghatározott, főleg egy fibrilláció esetében, meghatározott ütemben lehetett ráütni a mellkasra elektromosan. Ez automatikusan rászinkronizál ez a gép, és ennek megfelelően akkor kapja meg a mellkas azt az elektromos ütést, amikor a életben maradáshoz, vagy a normális szív működés visszatéréséhez szükséges. Ezek a laborautomaták hihetetlen dolgokat tudnak, hihetetlen számban, és hihetetlenül nem igazán vesszük igénybe, vagy nem úgy vesszük igénybe, ahogy kell. Az egyik legnagyobb probléma a minősítéssel kapcsolatos, az Istennek nem akarják nagyon sok helyen, nem azért, mert pénzbe kerül, tudja a csoda. Így ennek megfelelően az auditálásukkal kapcsolatban nemzetközileg is vannak gondok, de egy biztos, hogy lehetővé teszi, hogy a vérvétel vagy annak a testváladéknak a levétele után, amit az orvos megkér, viszonylag gyorsan eredményt tudjanak adni, és ennek megfelelően a terápiát, vagy éppen a diagnosztikát ennek megfelelően folytatni. Ugye mindenki ismeri, komputer tomográfit a nevében is benne van. Ez furcsa módon felszeleteli az embert. Szeleteket készít, és utána ezeket a szeleteket össze lehet rakni, vagy meg lehet nézni. Ez történetesen egy vakbélgyulladást mutat. Nagyon szépen egyébként ezekkel a dolgokkal ki lehet mutatni. Hasonló persze természetesen az MR is, csak annak más, tehát nem a gamma sugarakkal működik, hanem egészen más a működés. A megjelenítése az. Itt hadd mondjam el, hogy ennek a rákfenéje, hogy a legkorszerűbb technikák megjelenésével a képalkotó diagnosztikában változatlanul megmaradtak a régiek. Megvan a speciális alkalmazási területe, a hagyományos Wilhelm Konrad röntgen által felfedezett sima röntgennek, épp úgy, mint az összes többi azóta
kidolgozott izotóp diagnosztika és egyéb területen működő képalkotó diagnosztikának. El fog érkezni ez az idő. A robotok alkalmazása. Tehát úgy fog operálni az orvos, hogy nincs ott a beteg mellett. Egy példát hadd mondjak, ez nem igazán egyébként robot kérdés, még akkor, amikor annak idején katonaegészségügyi szolgálat helyettes vezetője voltam, és Landstuhlba vezettem egy delegációt. Ez arra az időszakra esett, amikor, hát bajok voltak egyébként Közel-Keleten is, Szerbia, tehát akkori Jugoszlávia területén is, és az egyik amerikai katonát meglőtték. Ez a lövedék a nyakát érte, és ér- és idegtörzsek mentén helyezkedett el. A lövedék két lehetőség volt az ottani sebészek szaktudásának megfelelően. Nem nyúlnak hozzá, belehal, hozzányúlnak, akkor meg a sebésztől hal bele a beteg. Tehát borzasztóan nehéz, egy nagyon speciális szakember kellett, és ott ültünk Landstuhlba, ez 2000 kilométerre az adott színhelytől, ahol ott ült az idegsebész, és vezette a műtétet, azért mondom, hogy nem teljesen robot, műtétet végző orvosnak a kezét. És így operálták meg ezt az amerikai katonát, és így maradt életben. Na most visszatérve a robotokhoz, ez már azért más jellegű téma. Itt már lehet látni, itt a bűnös. Belehajolva ebbe a készülékbe, három dimenzióban is, két dimenzióban is, ahogy neki tetszik, látja azt a műtéti területet, amit a robotokba felszerelt kamerák közvetítenek, és a karok annak megfelelően működnek joystick formájába, ahogy innen a sebész, most ez érdekes, hogy hogyan tekinthetjük sebésznek, és akkor nem mondhatjuk, hogy most jó keze van annak a sebésznek, vagy nincsen, de kicsikét változik a dolog, tehát hogyan alakul. Ez is egy ismert kép, ugye, ami hihetetlen, ugye a vaksággal kapcsolatos. Hogy most már vannak olyan megoldási lehetősége, természetesen nem minden vakember számára, azért hadd mondjam, hogy ez nem egy univerzális, bizonyos esetekben, hogy ez az anya, aki vak volt, a kisfiát ennek a technikának a segítségével látja. Kialakul a kép, ez egy fantasztikus dolog, nekem erről a képről az édesanya Semmelweis Ignácnak a emlékére állított szobor jut eszembe, ahol az anya magához szorítja a kisdedet, tehát mint egy tisztelegbe, ez a nagy magyar előtt. Nem akartam az elnök urat behozni. Isten bizony mondom, ezt tessenek elhinni. A magyarázata a következő. Ez a ma legalábbis általam ismert legmodernebb technikai eszköz a gammakés, ami olyan agyműtétek lehetőségét nyitja meg, ami a normális módon, sebészi úton nem hozzáférhető. Olyan területén helyezkedik el a probléma az agyban, hogy életfontosságú központok veszik körül, és bárhonnan próbálja a sebész megnyitni, az életfontosságú központnak a akaratlan roncsolásával a beteg halálát idézi. Ez pontosan tudja fókuszálni azt a sugarat, aminek következtében ott mélybe el tudják pusztítani nem csak rossz, jó indulatú daganat is halált okoz, hiszen nem tudnak hozzányúlni ezt a daganatot. Hogy miért van rajta az elnök úr? Amikor próbáltam leszedni képet erről az eszközről, akkor tényleg meglepetéssel olvastam, mert én magam sem tudtam, hogy 2006-ban Gyurcsány Ferenc a kínai kollégájával, tehát miniszterelnökkel egyeztetve biztosítja Európa számára az első gammakést. Tehát ezért van ennek a képnek a DK szempontjából tényleg komoly jelent. Meg az én szempontomból lévő, hogy orvos vagyok. Hát ugye ez a régi dolog, attól függően, hogy ki milyen munkát végez, azt szokták mondani, hogy milyen méter magasságban áll az asztalod, az íróasztalodon a papír, mert ugye mindig azt csináltuk, hogy pakoltuk a megoldandó dolgokat egymás hegyére hátára, aztán
ami alul volt, az elenyészett, mert nyilván, ha más nem csinálta, akkor már az meg nem oldódott soha. Tehát az adminisztráció a másik fontos terület a munkánkban, és az értékelés területe. Szándékosan hoztam be ezt a képet, ez a következőt akarja. Ma az egészségügyben a beteg dokumentációt 50 évig meg kell őrizni. És akkor hadd mondjam, hogy azt a kórházat, amit én vezettem, a Szent Imrét, a Honvéd kórházat is vezettem, ott még több volt, évente 40 ezer fekvőbeteg volt benne, 40 ezer. A járóbeteg száma elérte a 200 ezeret. Na most ezeket a dokumentációkat tessenek összerakni 50 évre. Bevallom őszintén, hogy megdöbbentem, amikor lementem a kórháznak az alaksorába, hát valami hihetetlen mennyiségű anyag. De a legnagyobb probléma nem csak az, hogy a tárolótér kapacitás nem adja, ezt digitalizálni lehet majd, és hiszem azt, hogy akkor nagyon könnyen megoldható, hanem a kórházak jó állapotban vannak? Hát nem egészen. A szennyvíz meg a víz, az hogy szokta? És mi a sajátossága? Lefelé megy. Ennek megfelelően ezeknek a bizonylatoknak, nagyon fontos bizonylatoknak egy része, hát meg lett áztatva szennyvízbe, összetapadva, szóval azt kell mondanom, hogy a digitális korszak épp időbe érkezett. Itt csak az adattárolás és ezzel kapcsolatos, amit az előbb mondtam, hogy ezek pillanatok alatt, ugye 128 megabájt, ez már azt hiszem, 2014-es, ez már ugyancsak 128 gigabájt, ugyanaz a nagyság. Én emlékszem egy olyan képre, ahol egy amerikai repülőgépbe egy kezdetén persze, egy 10 megabájtos, hát nem mondom, hogy Winchester-t, mert daru rakta be. Akkora volt, mint egy tanári katedra. 10 megabájt kapacitással, hát hol vagyunk, és mit tudnak ezek? Ezek szinte hihetetlen, nem is lehet kifejezni. Azt, hogy a beteg felvétel adatai központi számítógépre kerülnek, értelemszerűen így hozzáférhető a kórházon belül, duplikációja az adatoknak nem következhet be, ennek megfelelően le lehet hívni. Ez főleg akkor érdekes, hogyha sürgősség is működik, a kórházban már pedig kellene. Tudnék, az első adatfelvétel és az első laborvizsgálatok eredményeinek így kell központra menni, más számítógépre, amit osztályra kerülő a beteget kezelő orvos lehív, és ennek megfelelően pontosan tudja azt, hogy milyen finomításokat kell még csinálni. Nem végzünk el két naponta laborvizsgálatokat, ugyanazokat a laborvizsgálatokat, és szórjuk ki vele a pénzt. Tehát minden adatot digitalizáltan, központi számítógép kell, hogy őrizzen. Ugyanez vonatkozik a korszerű eszközökre. Nem leletet adnak, ha kell egyébként ki lehet nyomtatni, persze. Hanem minden adata megy rá a központi számítógép. És itt van az egyik rákfenéje a történetnek. Tudnélik a magyar kórházak, és ezért várom ezt a fantasztikus erőtérrel kapcsolatos dolgokat, nem alkalmas a hálózata, hogy nagy kiterjesztésű anyagokat, például egy röntgenfelvételt, valamilyen képet továbbítson. Ugye üvegszál optika kellene hozzá, ami ezt a terhelést bírja. Nagyon sok kórházban ezt úgy hívtuk, hogy bocsánat, a kacsabél. Tehát ki van húzva simán a vezeték, ami nem alkalmas arra, hogy ilyen, illetve hát lehet, elviszi az adatot, csak mondjuk egy óra alatt tölt le egy képet. Hát nem hiszem egyébként, hogy ez a korszerűség feltétele. Így lehet az elkészült felvételeket az osztályon minden további nélkül megnézni, lehívni és értékelni. Egy orvosi vizit. Személy, én láttam ki, igaz, hogy nem itt volt, hanem Amerikában, Columbusban, 99-ben, ahol amikor vizitelt az orvos, akkor kivette a kórterem külső részén egy kis dobozból azt a számítógépet, amire aztán ő gyönyörű szépen egyébként fölírta a dolgokat, már természetesen automatikusan vitte a rendszer tovább a központi számítógépre, de most már nem kell egyébként minden kórteremnél ezt csinálni, elég egy gép a kezébe van, és akkor azt továbbítja. Nagyon fontos, és itt lesz a következő zűrzavar az erőtérrel, tudnélik, ahhoz, hogy áttekinthető legyen a szakmai és gazdasági tevékenység egy intézetnek, ezeknek a rendszereknek működni kell.
Na most nagyjából ezek a rendszerek működnek. Csak ezek a rendszerek nem egyfajta rendszerek. Az egyik kórház ilyet használ, a másik olyat. Az a lényeg egyébként, hogy nem kompatibilisek. Ennek megfelelően a legkülönbözőbb bravúr mutatványt kell végrehajtani informatikai szakembereknek, hogy egyik rendszer kooperáljon a másikkal. Tehát itt lesz a másik komoly gond, de mondanám, hogy a diagnosztika, tehát a gyógyító ellátás, az adminisztráció vonatkozásában ezek a rendszerek ma már egy normálisan működő kórház esetében elengedhetetlenek. Ezt mondtam, de ezt más, már utaltam rá, hogy meg lehet nézni egyébként, lehívni a képeket, és értékelni. Hát ez vagy egy MR, vagy egy CT hozzáértő, az biztos, hogy meg tudja mondani, hogy melyik-melyik. És ennek van egy sajátossága. Éjszaka elkészítenek egy ilyen felvételt, nem orvos készíti, asszisztens. És akkor nincs bent egyetlen egy orvos se, fél óra múlva pedig megvan rendesen egyébként kiértékelve a válasz, ami Ausztráliából érkezik. Ugye ellőjük ezt a képet, és az ott lévő, ott nappal van, ennek megfelelően gyakorlatilag nincsen akadálya annak, hogy egy együttműködés keretében ottani orvos azt kiértékelje és megküldje. Ami akadályt jelent, ugye, mert ebben mi világklasszisok vagyunk, a jogi része. Mennyire felel meg a magyar jognak felelősségbiztosítás, és akkor ha valami történik, akkor na mi van, akkor kifizeti, és akkor jönnek azok a kérdések, amitől az embernek feje megfájdul, és azt mondja, hogy jó, akkor inkább ugorjunk. És akkor ugorjunk mi is. Ez egy kiértékelésnek a folyamata, tehát az orvos, még egyszer mondom, ezeknél a korszerű eszközöknél nem bent van, hanem külön szobába, ott nézi át és leletezi. Itt egy osztályon történő megbeszélése az esetnek, központi számítógépről lehívva. És hát ismert, mert erről szó volt, hogy a mentőket is nagyon komolyan segíti most már az az eszköz, hogy elkészítik az EKG-t és belövik abba a központba, ahol szakképzett, hozzáértő, jó tudású kardiológus pillanatok alatt megmondja, hogy azzal a beteggel mit kell tenni, milyen gyógyszert kell adni, hogy mielőtt a kórházba érkeznek, életbe maradjon. És hát a szakmai segítség, amire utaltam, többek között ugye a távolból, vannak ezek a segélyhívó karkötők, nagyon sok ország sok éve, sok-sok éve, majdnem azt mondom, hogy több tíz éve használja. Tehát ez nálunk most már elkezdték használni, de újdonságnak tűnik. Riasztani lehet egyébként bármit, és automatikusan is riaszt, hogyha bizonyos jeleket nem kap meg. És ez a hogyan tovább. Tehát olyan a fejlődés, hogy a csillagos ég, és azt mondhatom, ugye a kezdet-kezdetén elmondott néhány gondolat folytatásaként, hogy valami dereng már abban a sötét szobába. Valamit már nagyon haloványan látunk, de azért hadd mondjam, hogy a Terminátorba fölvetített jövő, ahol a gépek ellen kell az életben maradásért az embernek harcolnia, azért mégsem fog bekövetkezni. Köszönöm megtisztelő figyelmet.